Világító telefonok az ég felé tartva, ez lett a diák tüntetések egyik szimbóluma az elmúlt hónapokban. A tiltakozók egyebek között azért mentek utcára, hogy felhívják a figyelmet a szerintük kibírhatatlan iskolai terhelésre. Ez az óraszám folyamatosan csak nő, egy gimnazistának már 9 órája is lehet. És a hamatortán pedig az, hogy például bevezették a heti 5 órás testnevelést, ami nyilván elengedhetetlen volt. Szerintük elavult oktatási környezetben tanulnak felesleges magolnivalókkal, amelyek nem igazodnak ahhoz, amit később a munkaerőpiac megkövetel. Karácsony Gergely, az MSZP párbeszéd miniszterelnök jelöltje a Facebookon azt írta, ha kormányra kerülnek, csökkentik a diákok óraszámát. Egy negyed évvel kell csökkenteni a tananyagot, és át is kell alakítani, sokkal több a való életben szükséges információra, készségre van szükség, semmint lexikális tudásra. Az Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára korábban az RTL Híradónak azt mondta, 2 éve úgy módosították a szabályokat, hogy mindenhol igény szerint alakíthassák a tantervet. Azért engedtünk 20%-nyi eltérést, hogy pontosan ahol el akarnak térni a kerettantárgytól, ahol csökkenteni akarják a diákoknak a terhelését, ott most már megvan az iskoláknak ez a lehetősége. Karácsony Gergely az első diplomát is ingyenessé tenni és eltörölni a tandíjadóságokat. A tanároknak pedig 7-8 évente egy úgynevezett szakmai pihenőévet adna, hogy továbbképzéseken vehessenek részt. A Fidesz mindenre úgy reagált, Karácsony Gergelynek csak a saját politikai céljai fontosak, ezért most csak ki akarja használni a diákokat és a pedagógusokat.